Működött-e Esztergomban több néven televízió? Tettük fel a kérdést múlt heti adásunkban, és arra kértük a nézőket, hogy tájékoztassanak minket, milyen fantázia nevekkel működött még a városban televízió. Ezért a felsoroltak, ami majd mindjárt következik, nem biztos, hogy helytállóak, de a népemlékezetre bíztuk az adatszolgáltatást. És még bennünket is meglepett, hogy ilyen nagy számú volt a média élet Esztergomban. Hozzáteszem, hogy az idáig beérkező válaszok bővülhetnek még, és akkor sorolom, hogy miről szereztünk tudomást eddig. Aranyhegyi Kábel TV, Strigon TV, Helyi Televíziós Egyesület, Esztergom Televízió, Esztergom Városi Televízió, Városi Televízió Esztergom, Régió TV, Régió TV Esztergom. A múltkori adásunkban a körzeti televízióval is foglalkoztunk, közismert nevén ugye KTV, és szerényen megjegyeztük, hogy a tulajdonosi körben és egyéb adataiban 30 esztendő alatt sem volt változás. A korábban felsorolt televízióknál viszont egyből egy érdekes adatra bukkantunk, mondom, a Helyi Televíziós Egyesületet 2500 az irányítószám, Esztergom, Pajcsi Zsilinszky út 4, az Országos Rádió és Televízió Testület a 329/99, 7. hó 21-én kelt számú határozatával törölte a nyilvántartásból. Az Egyesület azóta nem tett újabb bejelentést műsorszolgáltatói tevékenység folytatásáról, így nem rendelkezik jogosultsággal. Az aláíró dr. Zsohár András igazgató. Feltesszük a kérdést, vajon miért kellett Esztergom városának 18 esztendeig egy olyan műsorkészítő, melyet aztán a médiahatóság törölt a nyilvántartásból. Valószínű, hogy ezt az állapotot elégelte meg az ügyészség, és idén kérte a bíróságtól a Helyi Televíziós Egyesület felszámolását.